Kisebb a póni, és még annál is kisebb a miniló, amelyet bár testsúlyának akár négyszeresét is képes elhúzni, mégis inkább házi kedvencként, vakvezetőként vagy terápiás társként alkalmazunk. Pontosan úgy, mint a most következő párost, hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Williamet és Vertigót, valamint a lovas terapeuta Ács Franciskát. Szia, Isten hozott, ugye? A pacik miatt te itt már eleve bent ülsz. Hát kedves Franciska, ugye azt tudom rólad, hogy lovas családból származol, volt egy tanyátok is, valahol Siófok, ugye Siófok a bázis, nagy balatoni lélek vagy, és utána édesapád megőrült, és vett egy tanyát. De tényleg egy olyan tanyát képzelj el, ami a puszta közepén, a legközelebbi házikhoz 1 kilométerre volt tőlünk. A tanyák általában ilyenek. Tehát, hogy ez tényleg, ez az igazi autentikus tanya, parasztház elő, a hátul gazdasági épület, anyukám még szalmazsákokat is volt nekünk, szóval abszolút belevetettük. A bacsi csisztél? Igen. De az jó. Hát, köszi, de most azért már nem hiányzik. És kitalálta apu, hogy ez a lovas turizmus, ez mennyire jó ötlet. Igen. És leszerződött Siófokon a Puma, nem tudom melyik kempinggel, hogy akkor szervezzenek nekünk holland csoportokat. És akkor jöttek a holland csoportok ilyen busszal, elég sokan, ilyen 20-25-30 ember is érkezett, és akkor egy komplett programot kaptak, ami abból állt, hogy lehetett lovagolni, kocsival elvitték őket a erdők közepére, apukám megmutatta nekik a birodalmát, mert 40 hektárunk volt, tehát nem kicsi. De ravasz volt az öreg amúgy, mert a saját lovainkat nem adta oda a hollandoknak, hanem béreltünk mindig bérlovakat, és akkor azokat lehetett szegényeket nyüstölni, és nekem jutott az a finom feladat, hogy órákon keresztül sétálgattam a hollandokkal, és minden második, harmadik, negyedik, ötödik kör után megkérdeztem, hogy ugye elég már. Meg azt is utáltam, hogy apukám állandóan mondta, hogy menjek, beszélgessek velük. Hát tudsz németül, hát beszélgessél velük. És ugye kiskamaszként nekem ez a szereplés, ez nagyon nem ment. És akkor emlékszem, sose fogom elfelejteni, ott állt mellettem, és akkor mondja nekem, hogy akkor szépen mondd el nekik, hogy még 2 hét a szezon, és akkor véget ér ez az egész, és én ott elkezdtem gondolkozni, hogy alany állítmány, hogy kell szépen szakszerűen összerakni egy német mondatot, és ennek egy nagy nyökögés lett a végén, és akkor apukám legyintett egyet, és azt mondta, hogy noch zwei Woche, ost alles. És mindenki tökéletesen megértette, és apu ilyen amúgy, hogy nagyon szereti gyorsan, rövidre zárni a dolgokat, nem szereti a szüttyögést. Szerintem teljesen tévesen különböző tanulmányokba keveredtél. Melyek voltak ezek? Hát nekem az alapvégzettségem az testnevelő tanár vagyok. Pécsen végeztem. Pécset végeztél. Igen. Akkor még régebben tanárképző, de te már egyetemen, nem? Igen, igen. Igen. De tanárként soha nem helyezkedtem el, viszont edzőként igen. Tehát aerobik tanárként dolgoztam sokáig. Igen. Mindig is hiányzott a lóval való együttlét, de azért lovat tartani az anyagilag is megterhelő, persze. Tehát nem jutottam el odáig az életemben, hogy meg is engedhessem magamnak, és akkor így jártam tereplovaglásokra ide-oda, de az nem adta. És de jó lovagolsz az egyébként. Igen, igen, tanítom is most már a lovaglás nagy lovaknak, lovasoknak, de alapvetően ami engem nagyon megfogott, az maga a szabadon idomításnak a tudománya, ez köznyelven suttogás. Gyakorlatilag ezt az indiánok annó ugye megfigyelések által megismerték a lovat, és elmentem egy európai lovas kiállításra, ahol ebben a szellemben tartottak bemutatókat. És hol volt ez? Ez Olaszországban volt. És ez nagy lovak is? Ez ott inkább csak nagy lovak voltak. Igen, akkor még a nagy lovak felé vonzódtam. Ezt a kuttogás terápiát nyomták. Igen. Igen, és ott találkoztam ezzel a fajtával, és rögtön feltűnt, hogy nem póni. Tehát, hogy hát valami más, és ahogy megtudtam, érdeklődtem, megtudtam, hogy a fajta neve amerikai miniló, internet. Igen. Van egy szövetségük is, ugye, tehát American Mini Horses, ugye, igen. AMH. Igen. És mondd, ez az egész tenyésztés, ez Amerikából igen. ered? Igen, és nem is olyan régi, körülbelül 60 éve kezdték el őket tenyészteni, és ami miatt döntöttem, hogy erre a munkára csak ez a fajta lesz alkalmas, jó, most... Igen, azért ő se Eszterg a gép, hála jó Istennek. Jó, de igen, semmi hogy van. Ez a fajta lesz alkalmas. Igen, mert hogy a tenyésztésben picit belenyúltak, tehát hogy amikor megjelent egy kicsit idegesebb, feszültebb egyed, azt kivették.
akkor te rájöttél, hogy ezt Amerikába érdemes venni, mert a transporttal együtt így az olcsóbb. Még ugye? úgy is jobban jöttem ki, mint hogy Európában. És akkor az embereddel kimentetek Amerikába, ugye, egy ilyen csúcs tenyészetbe, és akkor ott segítettek a kiválasztásban, vagy te választottad ki át így szemre? Hát azt így megmutatták, hogy melyek azok, akikből lehet válogatni, és akkor így. Amúgy annyit kell tudni, bocsánat, hogy William itthon született már Magyarországon, mert ő az első, aki itthon, mert kancákat is vettünk. Vertigót úgy vettem, hogy hasban volt már, tehát egy vemhes kancát vettem, és nem tudtam, hogy mit veszek, csak tudtuk, hogy jó a vérvonal. És ott kint láttam, hogy van ez a látogatói program, hogy járnak velük kórházakba, Ausztráliába és Amerikába, és így jött nekem is ez a nagyon belső. Európában még nem nagyon? Nem nagyon. Németországban találtunk egy-kettő terápiás amerikai minilovat, de nem olyan lovak, akikkel így járnak be kórházban, hogy mondjuk én, hanem járnak hozzájuk autista gyerekek, sérült gyerekek, éberkómás gyerekek. Hát ugye azok a kórházban. Hát a kórházban. Így van. Igen, igen. Ja, hogy tulajdonképpen mennél házhoz is, ugye, autista vagy egyéb sérült gyerekekhez, de ugye a fő profilod ez a Bethesda kórháznak a melyik osztálya? Most már 3 osztályon vagyok jelen, a rehabilitáció, ahol talán a legnehezebb osztály a rehabilitáció, mert ott agysérült, gerincsérült, égéssérült gyerekeknek a hosszú távú rehabilitálódása folyik, ami elsősorban nekem anno ez szempont is volt, hogy olyan helyre juthassak be, ami nem egy-két hetes kórházi ottlétet ölel magában, hanem hónapok, akár évekig is bent vannak, és egy olyan ingerszegény környezetben is, egy ingerszegény életben vannak, aminek következtében igencsak rossz kedvűek és szomorúak. Hát nem tudom, mekkora szerepet játszott abban, hogy a te gyereked is betegeskedett. Igen. Voltak a Bethesdába, vagy az egyik legalább. Igen. 2017-ben az egyik kislányomat egy súlyos fertőzéssel vittük be, és 2 napig volt életveszélyes állapotban. És hát az ott tapasztaltak, a nővérek, az orvosok, igen, mindenkinek a hozzám állása és a gyerekemhez állása olyan pozitív élményeket adott, hogy akkor az én fejemben már ez benne volt, hogy szeretnék eljutni. Jó. És így akartam. És akkor ott tulajdonképpen ők fogadókésznek mutatkoztak. Igen, hát fölhívtam telefonon azt a kontaktot, akit ajánlottak, és elmondtam, hogy hát van ez a program, meg szeretném próbálni, teljesen ingyen és bérmentve, nekem is ez fontos lenne, és persze, hát akkor majd levisszük a gyerekeket az udvarra, és akkor mondtam, hogy de nem, én nem az udvarra szeretnék menni, hanem föl a kórterembe az ágyak mellé. Igen, van nekik ilyen parketta kímélő cipőjük. Igen, meg azért is, hogy ne csusszon. Van itt, ezt meg szabad mutatni, ugye, egy ilyen nagyon diszkrét kakitáska. Pottyantózsák, igen. Tehát nincs oda citromozás, zárt területen nem pipilnek, ilyen kultúráltak, és akkor hogy történik egy gyakorlat? Mit csinálnak a gyerekek, illetve te mit csinálsz a gyerekekkel? Ez úgy néz ki, hogy mikor megérkezünk az osztályra, minden héten ugyanakkor, ugyanabban az időben, akkor találkozom egy ottani dolgozóval, aki ismeri a betegeket, a gyerekeket, és általában kapok egy sorrendet, hogy kinél kezdjek. Mindig az volt a kérésem nekem is az elején, hogy lehetőség szerint a legsúlyosabbakhoz szeretnék menni először, mert ott van a legnagyobb szükség ránk, és ahogy telik az idő, meg a ló is fárad. De általában ez inkább az elején volt fontos, amíg a lovaknak sem volt gyakorlata, most már azért egy osztályt végig tudunk szépen látogatni. Lovakat érzékenyíteni, illetve érzéketleníteni lehet bizonyos dolgokra. Az érzéketlenítés azért fontos, hogy a menekülő ösztön minél később kapcsoljon be. Ennek is megvan a módszere, és az érzékenyítésnek is, és itt gyakorlatilag a lovak érzékenyítve lettek a gyerekekre. Általában egyszerre egy lóval megyek. Egyszerre egy lóval? Persze, egyszerre egy lóval. Ezeket így sétáltatod, vagy hol fogod?
Itt a fejüknél. Ja, rendesen a vezetősz, vagy ilyen kis vezetőszáron. Mondd, és ilyen kabátka mindig van, vagy ezt a kórházba leveszétek, beadjátok nem, a ruhatárba? Nem, ez képzeld el, hogy azért is kell, egyrészt higiéni, behagyjuk a ruhatárba, igen. Ez azért is. Kis poénnal próbálkoztam, és már láttalak bereteket az operaház páholyában lelki szemeimben, ahogy ők így nézik a diótörőt, teljesen kultúrában. Amúgy most arra érkeztek meg teljesen, mind a kettő így beleteszi az elembe a fejét. És azt jelenti, hogy ez... Ez így azt jelenti, hogy ezt a helyzetet most elfogadják, jó. És megnyugodtak, és érzik, uh-huh. hogy nincsen semmiféle a sötétből hátulról támadó, igen. ragadozó. Igen, igen. Igen, úgyhogy ez így most jó. Na és akkor mi történik egy foglalkozáson? Ja igen, azt kezdtem el mondani, hogy azt látom, hogy ezek a gyerekek, akik ilyen sérülésekben vagy traumákon estek át, ők sem életképesek egyedül. Tehát, hogy kell igen, nekik igen. egy segítség, egy háttér, igen. és csak úgy érzik magukat biztonságban. És ebben nagyon hasonlítanak igen. a lovakra. És mivel érzékenyítve vannak a lovaim ezekre a gyerekekre, nagyon könnyen. Tehát nagyon sokszor már azt látjuk, hogy bemegyek, ott vagyok én, mint egy híd a gyerek és a ló között, igen. és gyakorlatilag tudja, hogy kihez jöttünk, mert általában ott van a szülő is az ágya mellett, és nem az van, hogy a szülőhöz megy oda, hanem a gyerekhez megy oda a ló, és a gyerekkel és kerül a kapcsolatba. Már a gyerek baromira várja. Nagyon várja, így van. És bocsánat, tehát az érzékenyítés az hogy van, hogy gyerekeket szagoltatsz vele? Vagy? Most elnézést, tehát hogy válik a ló a gyerekre érzékenyé? A ló kapcsolódik a társához. Ugye ez a ménes szellem, ez nagyon fontos. Igen? És nem kell ahhoz hozzáérnie, bár sokszor hozzá is ér a gyerekhez, de elég csak a közelébe, úgymond az aurájába lennie. Mm. És nagyon gyorsan létrejön az, amit itt is láttok, hogy békesség van, nyugalom van, melegséget ad. Mm. Gyakorlatilag a ló a természetes létállapotában van. Amikor ez létrejön, akkor ő ad magából. És akkor az azt jelenti, hogy belőle nyugtató hullámok szó jönnek, szerint, így van. Terheket vesz le a betegről. Igen. Ugye, hát a zárójelben mondjuk el, hogy az elején volt olyan, hogy hát majdnem föladtad a dolgot, mert olyan állapotú gyerekekkel kellett találkoznod, és olyan emberi gyereksorsokba tekintettél bele, hogy úgy nézett ki, hogy elvérzel, tehát, igen. hogy te magad is ebbe sérülni fogsz, és aztán megerősítetted lelkedet, ugye, és most már képes vagy erre a dologra. Igen, igen. Nagyon erős érzelmi motiváció. Amit gondolok, hogy ami nekem is sokat segít, hogy a jelen pillanatra fókuszálok arra, amiért ott vagyok. Uh-huh. Nem arra, amit idézőjelben látok, hanem amiért ott vagyok. Mert a ló is ott van a jelenben. Milyen okos vagy ezekre, te magadtól jöttél rá részben? Igen. Jó agyad van. Na, legezzett az élet engem is. Hát jó van, jó van, jó van. Na most abba olvas még be minket, hogy akkor a gyerekek átölelik, vagy megpuszíje, vagy mi történik? Teljesen változó. Pont ma volt egy ilyen kislány, aki látszólag úgy tűnt, hogy nem vesz tudomást a lóról, és egyszer csak jelezte nekünk, hogy akkor ő fölülne rá. De addig zizeget, sok volt, ilyen... Hiperkedett. Így van, és felült a lóra, és gyakorlatilag mozdulatlanul ült, és egy olyan átszellemült arccal élvezte ezt a kapcsolódást, ami létrejön ilyenkor ló és lovas között, hogy tényleg nagyon megható volt, és sokáig tartott, tehát hosszú percekig tartott, és utána pedig szépen békésen lekéretőzött a lóról, és elköszönt. Ez szinte minden alkalommal történik valami olyan pozitív, ami miatt mindig azt mondom, hogy ez az utam, ezt szeretném csinálni. Be tudunk-e számolni laikusok számára is érzékelhető eredményről? Persze. Mik ezek? Például volt egy kislány, aki 5 évesen megtudta, hogy jön a ló. Már ő akkor mondta, hogy akkor ő nem szeretne vele találkozni, viszont egy olyan korteremben volt ez a kislány, ahol mellette még 2 másik gyermek is volt, és ugye ő hozzájuk bementünk látogatóba. Uh-huh. És a lényeg, hogy ahogy végignézte előtte lévő 2 kislánya való kapcsolódást, uh-huh. ő is egy picit bátorabb lett, és oda mentem a közelébe. De nem történt semmi, csak ott uh-huh, átcsorogtunk. Uh-huh. És egy idő után a kislány megérintette a lovat,
és utána már ölelgetés, és egy nagyon gyors ilyen összeolvadás volt, és a végén pedig... Tehát a kontaktálás az, hogy összedugják a buksiukat, simogatja, fölveszi a lábait, azt csinál, amit akar. Azt csinál, amit nincsen szabályozás, sőt, nagyon szépen szoktam kérni a szülőket is, hogy ha lehet, ne narráljuk az eseményeket, nem kell, hogy jaj, nézd, hol a fülecskéje, mert a szülők általában szeretnék ezt a dolgot így irányítani. Igen. De pont ez a lényeg, hogy hagyjuk meg a saját ritmusában ezt a dolgot összefolyni. És ez a kislány volt az, akinek az anyukájától megtudtam, hogy soha életében semmilyen állatot nemhogy nem érintett meg, nem ment a közelébe. És a vertigó ezzel a kis békés jelenlétével, amit ő képvisel, és amit akartam mondani, hogy az állatokban szerintem ez a varázslatos, és a lovakban meg különösen, hogy benne vannak a jelen pillanatban, nincs benne a múlt aggodalma, nincs a jövőtől való félelem, ott van a vezérkanca, aki nézi a környéket, velem baj nem lehet, és gyakorlatilag lükteti ki magából ezt a tiszta szeretet energiát. És a kutya sokszor ugye nagyon direkt, és vannak gyerekek, akiknek a sok. Igen. A ló viszont csak ott van, és amikor a gyermek megérinti a lovat, akkor már elő szokott fordulni, hogy a ló kapcsolódni akar annyira, hogy ő is érinti az orrával. Isteni. Volt egy kislány, aki azt mondta, ez számomra nagyon megható volt, elütötték a járdán 3 évesen, és több mint másfél évig tartott a rehabilitációja, hogy a mozgása, és újra kellett neki mindent tanulni, tehát súlyos agysérülést kapott. És ő volt az, aki azt mondta az anyukájának, hogy milyen jó anya, hogy megtörtént ez a baleset, mert megismerhettem Vertigót. Ó, Istenem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha már azt elérem, hogy a kórházas élmények kicsit elmosódnak ezektől az élményektől, amit a ló... Az már nagy dolog. Akkor az már nagy dolog. Hogy ez a sok szörnyűség nem rakódik le. Azok a napok, amikor jönnek a lovak, teljesen mások. Izgatottak már reggel. Igen. Jön a lovacska, mikor jön a lovacska. A gyógytornászok mindig szokták mondani, hogy örülnek azoknak a napoknak, mikor mi megyünk, mert ezzel lehet motiválni a gyerekeket, hogy akkor még ezt a feladatsort végigcsináljuk, igen, és akkor már megérkezik. Nem jön a vertigó, hogyha igen. Nem tornászol igen. Szépen. Hát nagyon jó. Ezt nem olyan régóta csinálod, egy szűk éve. Nem, 2. 2018 őszén aha, kezdtem. Aha. És amint mondtad, ezt te ilyen jószolgálati jelleggel csinálod, tehát ugyanakkor vannak költségei, hát ezt hogy tudod megtenni, vagy mi az, amiből élsz, vagy tanítasz még mindig? Aerobiket, vagy hát hogy van ez gazdaságilag? Igen, először ezt teljesen ingyen felajánlottam. Igen. Én is szerettem volna látni, hogy amit én elképzeltem a fejemben, és hát az eleje, az nyilván neked is egy tanulási folyamat. Persze, ez még most is az, igen. De az eleje az igen. Most már kapok a kórháztól, meg azoktól az intézményektől, igen, alapítványi támogatást. Vannak tanítványaim, ott elsősorban nagy lovat és lovast oktatok. Én magát a partnerséget szeretem átadni, nem a technikát, persze az is fontos, de hogy hogyan legyen egy olyan kapcsolat a lóval, hogy a ló ne csak egy eszköz legyen, hanem tényleg egy partner legyen, és amit látok, hogy személyiség fejlődés szempontjából is nagyon jó, hogyha megtanulunk nem annyira direkten gondolkozni, hanem megtanulunk lófejjel gondolkozni. Ami azt jelenti, hogy kicsit globálisabban látjuk. Bár ezzel milliók vannak így, de nem érdekel. Igen, ha egy idegen hal téged mondjuk a másik szobából, vagy az udvarról, akkor mindig meg lehet különböztetni, hogy a gyerekeidhez szólsz, vagy a lovakhoz. Jó kérdés. Sejtett, hogy mire gondolok, mert én a kutyákkal kapcsolatban igen gyakran ezt nem tudom megtenni. Rengeteg. Igaz, a mi kutyán kicsi. Te gyerekeid most már nagyobbak, nem? 10 és 8 évesek. Hát akkor még nem. A kicsi, a kisebbik lányom, ő nagyon tudja, hogy hol vannak a piros gombjaim, és azt szereti nyomogatni. Aha, milyen képletesen szépen fogalmaztál. Magyarul ezt régebben úgy mondták, hogy egy büdös kölyök, egy égedelem. Így van, és képzeld el, hogy kifejlesztettem azt a technikát,
hogy amikor érzem, hogy, jön a sárkány fejem elő, akkor ha megtehetem, akkor szólok nekik, hogy mindjárt jövök, és akkor kimegyek megölelgetni őket egy picit, mert egyszerűen abban a pillanatban elviszik azt, ami már ugye a gyereknevelés szempontjából nem visz előre, hogyha az ember elkezd... Drága férfi társaim! Számos tanulsága volt ennek a műsornak, de a legfontosabb, hogy minden nő mellé oda kell rendelni egy lovat. Nagyon szépen köszönjük át Franciskának, tapsolhatunk azért egy kicsit. Egy picit, igen. Egy picit azért tapsolunk, és nagyon szépen köszönjük.